Tisztelt és kedves konferencia, kedves kollégák és kedves barátaim, hogyha szabad így fogalmazni. Jó leső érzés együtt lenni, kicsit kiszakadni abból a egyház szervezeti kategóriába, amit a bemutatásban elhangzott, hogy mivel is foglalkozom időm nagy részében, mert ennek a konferencia meghívásnak eleget téve legalább egy kis időt rá vagyunk kényszerítve, hogy azzal foglalkozzunk, ami valamikor kicsit fontosabb és életem nagyobb részét kitette. Köszönöm szépen a meghívást, ezt szerettem volna beágyazni. Egy igen aktuális témát választottam, de rögtön az elejétől éreztem és érzem ma is, hogy igen nagy fába vágtam a fejszémet. Napjaink egyik legfontosabb egyházi eseménye a jelenlegi zajló püspöki szinódus, mely számos szempontból jócskán túlmutat egy zárt csoport tanácskozásán. A püspöki szinódus intézményének eredeti elsődleges célja, hogy az konzultatív módon segítse a pápát döntéseinek meghozatalában, különösen is erősítve ezzel a pápa és a püspökök együttműködését és egységét. A püspöki szerep, hivatal és tekintély, kérdés újra és átgondolásában igen jelentős szerepe volt a II. Vatikáni zsinat Lumen Gentium kezdetű dogmatikai konstitúciója harmadik fejezetének, amelyből néhány részletet fogunk is elemezni, és folyamatosan a tekinteteket rá is lehet szegezni. Erre utal Ferenc pápa is az evangélium öröme apostoli buzdításában, idézett 32. pont. A II. Vatikáni zsinat kijelentette, hogy az ősi patriarkális egyházak mintájára a püspöki konferenciák sokféleképpen és termékenyen hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy a kollegialitás kézzelfogható módon megvalósuljon. De ez az óhaj még nem valósult meg teljesen, mert nem dolgoztak ki elegendő mértékben egy olyan alkotmányt a püspöki konferenciáknak, amely konkrét jogkörök alanyaként értelmezné azokat, beleértve ebbe egy bizonyos hiteles tanításbeli tekintélyt is. A túlzott centralizáció, ahelyett, hogy segíteni, csak bonyolítja az egyház életét és missziós dinamikáját, idézet vége. Láthatjuk, hogy a jelenlegi zajló folyamat egyik kiinduló pontja a II. Vatikáni zsinat, előadásomban is jelenleg kizárólag erre hagyatkozom. És igazán a zsinat dokumentumaiból is csak a Lumen Gentium harmadik fejezetét veszem nagyító alá, most még a Christus Dominus kezdetű zsinati dokumentumra sem utalok. Bízom benne, hogy az írásos szövegváltozatban már több utalást találunk akár arra, szentírásra, az egyházatyákra, és talán egy keveset majd a zsinati recepcióból is olvashatunk. Néhány szó a II. Vatikáni zsinatról természetesen ebben a kontextusban. A II. Vatikáni zsinat egyik legalapvetőbb teológiai célkitűzése a közel egy évszázaddal korábbi az első vatikáni zsinat egyháztanának kiegészítése és pontosítása volt, különös tekintettel a püspök szolgálatának és személyének természetére és igazán összetett szerepére vonatkozóan. Ratzinger bíboros akkor még teológus szerint az egyházról szóló dogmatikai konstitúció harmadik fejezete azzal, hogy vezérfonalává a püspöki hivatal kollegiális felépítésének fogalmát vette alapul, éppen ezt a célt tűzte ki maga elé. Érdekesség, hogy az előkészítő ülések során éppen ebben a témában a kollegialitás és a hatalmi decentralizáció témakörében történt a legtöbb felszólalás és javaslattétel. A lelkipásztori és egyben ökumenikus célkitűzések egyetlen doktrinális feladattá formálódtak, míg a háború által megszakított első vatikáni zsinatnak csak a primátussal volt ideje foglalkozni, a másodiknak a püspöki kollegialitás témájának átgondolása, elemzése volt szükséges, mégpedig azzal a céllal, hogy kedvező egyensúly teremtsen a pápa és a püspökök között, mint lelkipásztori, akár mint ökumenikus szinten. A Lumen Gentium harmadik fejezete az egyház hierarchikus szervezetéről szól. Isten népe felülről, Isten örök szándékából indul ki, megjelenése a történelemben, mint új nép, tanítványok, pásztorok, püspökök közé szerveződik, akiket maga Jézus Krisztus választott, apostolává nevezve őket, Pétert pedig vezetőjüknek. Jézus közössége egy strukturált és szervezett közösség, amely nem filozófiai spekuláció eredményeként jött létre, hanem kizárólag a Szentírás és a hagyomány tanúsága alapján, Krisztus tanításának és akáratának záloga a Szentlélek védelme alatt.
A zsinati dokumentum nem választja el a római pápa elsőbségének és tanítóhivatalának kérdését, és megpróbálja azt az apostol utód püspökök teológiai kérdésével összhangba hozni. Az apostoloktól származó és abból forráshozó püspöki kollégium együtt mutatja meg Isten népének változatosságát, egyetemességét és egységét. A kollegialitás témájával a zsinat megpróbálta az első vatikáni zsinat tanítását, legalábbis doktrinális szinten kiegyensúlyozni, megerősítve, hogy az egyházban a péteri hatalom mellett létezik apostoli hatalom is, igaz ez mindvégig, ahogy fogalmaz Péter utódjával és utódja alatt. Talán éppen ezért lehetett volt a püspöki kollegialitás kérdése a II. Vatikáni zsinat egyik legvitatottabb témája. Néhány gondolat az előzetes várakozásokról. Ahhoz, hogy egy ilyen kijelentést jobban megértsünk, célszerűnek és előremutatónak tűnik, hogy kicsit alaposabban belepillantsunk a zsinaton résztvevő, keleti katolikus közösségekhez tartozó egyházi vezetők témánkkal kapcsolatos elvárásaiba, gyakran javaslataiba is. Elsődlegesen 4. Maximus Melkita pátriárka gondolataira hivatkozom, mégpedig 3 apró gondolat felmutatásával. Decentralizáció az egyházban és a kúria nemzetköziesítése. Ez egy olyan gondolat, amely a püspökök jelentősebb hatáskörének vágyát emeli ki, és ezzel együtt a római kúria dikasztériumainak, kongregációinak túlságosan széles hatáskörét pedig korlátozza. Hozzátéve, hogy az egyház kihívásának meg nem valósulása fájdalmas kudarc lenne a keresztény egység szempontjából, mondja a pátriárka. 2. pont, a püspöki hatalom eredetisége. Az az elmélet, amely a római pápát a püspökök egyházmegyéi feletti lelkipásztori hatalmának közvetlen forrásává teszi, egyáltalán nem dogma, mondja a pátriárka. A felszentelt püspök, aki isteni jogon az apostolok utódja, hatalmát az őt megválasztó vagy kinevező hatóságtól kapja. Ezt az elméletet a Szentírás megerősíti, az egyház hagyománya pedig legalábbis a keleti kereszténységben még inkább tanúsítja. És éppen az egyház gyakorlata lesz az a hiteles kritérium és zálog arra vonatkozóan, hogy egy ilyen elméletet maga a zsinat is meg tudjon erősíteni. A 3. pedig, mint várakozás, a püspöki kollégium, a zsinati és a püspöki konferenciák szerepe. A püspök felelősségét az egyetemes egyház ügyeiben is érezni kell. A püspök is tagja a püspöki testületnek, a pápa csak ezzel a püspöki testtel lesz olyan, mint Péter az apostolokkal. Ez az egyetemes egyház igazi szent kollégiuma, amely különbözik a római püspök udvarától, és magában kell foglalnia az egyház vezető püspökeit, hogy segítsenek a pápának az egyetemes egyházat kormányozni. E testület mellett, amint azt a pátriárka javasolja, szükségesnek tűnik egy bizonyos szinódus a pápa körül, aki egyszerűen megfogalmazva az utolsó szó. Ez lenne az egyetemes egyház legfelsőbb döntéshozó és egyben végrehajtó testülete, ne felejtsük el, itt 1962-63-at írunk. A kollégium tagjai, mondta a pátriárka, akik a világ minden részéről érkeznek, nyitottak az ökumenikus párbeszédre, képesek lesznek ezt a feladatot elvégezni, és ezáltal az egyház, mint szervezet betöltheti azt a hivatását, hogy tudja Isten népét hitelesen vezetni. A püspök hatalma, avagy a püspök szolgálatának újragondolása, nézzük meg, mi az eredmény. Lumen Gentium 21. pontját idézem. A Szent Zsinat tanítja, hogy a püspök szentelés a papi rend teljességét adja, melyet mind az egyház liturgikus szokása, mind az egyházatyák szava a legfőbb papságnak, a szent szolgálat teljességének nevez. A püspök szentelés a megszentelés hivatalával magával hozza a tanítás és a kormányzás hivatalát is, melyeket azonban természetesen csak a kollégium fejével és tagjaival hierarchikus közösségben lehet gyakorolni. A Lumen Gentium eme pontja a püspöki szolgálat meghatározásában kétség kívül az egyik, vagy talán a legfontosabb zsinati szövegrészlet. Ahogy ezt a neves teológus Nocetti megállapítja, valódi fordulópontot hoz a püspöki szolgálat értelmezése tekintetében, amely az egész második évezredet jellemezte, mégpedig azzal, hogy képes fölülemelkedni a püspök által gyakorolt potestas ordinis és potestas jurisdictionis szétválasztása. A püspöki szolgálatot már nem egyszerűen a papi szerepből kiindulva kell értelmezni, mint annak legmagasabb, legteljesebb szintje,
hanem sokkal inkább úgy, mint a szolgálatra történő szentségi felszentelés elsődleges és teljes megvalósítója. A püspök hatalmát a Lumen Gentium ezen pontja alapvetően megállapítja és meg is erősíti. A püspök szentelés a megszentelés hivatalával a tanító és kormányzó hivatalokat is magával hozza, ezek azonban természetüknél fogva csak a kollégium vezetőjével és tagjaival való hierarchikus közösségben gyakorolhatóak. Ezért a püspöki felszentelés a tanítás és kormányzási szerepeket is megadja, de csak hierarchikus közösségben a kollégium vezetőjével. Valójában a felszentelés az egyes püspököt beilleszti a püspöki kollégiumba, így a püspöki hatalom, amelyet a felszenteléssel személyesen ruháznak rá, csak egy kollégium tagjaként illeti meg. A felszentelés és a kollegialitás tehát nagyon szoros, elválaszthatatlan kapcsolatban állnak egymással. A Lumen Gentium tanítása tehát rámutatva a két szerep közös és összetartozó gyökerére képes a szentség és a joghatóság fogalmát új megvilágításba helyezni, vagy inkább mindkettőt az ősi hagyomány eredeti fényében megjeleníteni. Lumen Gentium 22. pontja, amely a püspöki kollégium és a kollégium feje címet viseli. Megpróbálom gyorsan felolvasni, mert fontos, de lehet, hogy egy kicsit túl gyors és tömény lesz. Amint az Úr rendelkezése alapján Péter és a többi apostol egyetlen apostoli kollégiumot alkot, úgy kapcsolódnak egymáshoz a római pápa, Szent Péter utóda és a püspökök, az apostolok utódai. Már a régi jogszokás, melynek alapján az egész világ püspökei közösséget tartottak egymással, és a római püspökkel az egység, a szeretet és a béke kötelékében, ugyanígy a zsinatok, melyeken sokan hozzászólása által kijelölt határozottal, közösen intézték el a jelentős ügyeket, jelzik a püspöki rend kollegiális természetét és értelmét. A püspöki kollégiumnak is ugrással vagy testületének csak akkor van tekintélye, ha a római pápát, Péter utódát mint főt értelmezi, és az ő primátusi hatalma csorbítatlanul érvényesül a pásztorok és hívek között. A római pápának ugyanis hivatalából fakadóan teljes, legfőbb és egyetemes hatalma van az egyház fölött, melyet mindig szabadon gyakorolhat. A püspökök rendje viszont, mely az apostolok kollégiumának helyére lépett a tanítás és a lelki pásztori gondoskodás terén, sőt, melyben megszakítás nélkül megmarad az apostoli testület, fejével, a római pápával együtt szintén hordozó alanya az egész egyházra kiterjedő legfőbb és teljes hatalomnak, de ezt a hatalmat csak a római pápa beleegyezésével gyakorolhatja. A püspöki szolgálat kollegiális jellegének újra felfedezése a II. Vatikáni zsinat egyik igazán új eleme. A témával, amint már említettük, közvetlenül ez a 22. pont foglalkozik. Egyes kommentátorok szerint itt van a zsinat súlypontja, szinte a zsinat szívében, középpontjában állunk. Az első bekezdés fölidézi a püspöki kollégium és az apostoli kollégium szoros kapcsolatát, felsorolja a kollégiumhoz tartozás feltételeit, a központi rész a pápa és a kollégium kapcsolataival foglalkozik. A szöveget elemezve elmondhatjuk, hogy a kollégium nem az egyházi rend szentségétől függetlenül, attól kívülálló elem, hanem éppen annak természetes fejlődéséből fakad. A püspöki szolgálat és tisztség éppen ebben a kölcsönös közösségben bontakozik ki és teljesül. Ugyanez a szentségi felszentelés minden püspököt megkülönböztetés nélkül bevon, beemel a püspöki kollégiumba, beleértve a római pápát is, mondja Bouillet. Az Isten népének változatosságát és egyetemességét képviselő püspöki kollégiumban a római püspök mint konstitutív belső elem, az egyház és a kollégium egységét személyesíti meg. Az egyházban tehát egyformán eredeti módon létezik a legfőbb tekintély, kollegiális és elsődleges formája, mindkettő együtt gyakorolható a zsinat szerint. Ez a látásmód sok szerző szerint az igazi újdonsága és kiegészítése a II. Vatikáni zsinatnak, amivel az első vatikáni zsinatnak a pápáról szóló tanítását újraértelmezi. A zsinat a legfőbb hatalomról beszél, amely egyedi hatalom, de azt a kollegialitás és a primátus harmonikus formájában. Azt mondhatjuk tehát, hogy nem a pápa vagy a püspökök, hanem a pápa és a püspökök. A kollégium hatalmának kérdése azonban nagyon is vitatott a teológusok és a kánonjogászok körében. Az egyházban a suprema et plena potestas nem oszlik meg két külön alany között, vagyis a püspöki kollégium egyik oldalon a pápával,
a másik oldalon pedig a kollégium nélküli pápa között. Sok teológus, Ránel, Semmelrod, Grillmeier véleménye szerint az egyházban csak egyetlen alanya van és lehet a legfelsőbb hatalomnak, a kollégium, amelynek a pápa a legfőbb feje. A pápa minden primátusi legfőbb tette, akár ez kifejezetten kollegiálisan teszi, vagy éppen egyedül személyesen, belső teológiai szükségszerűségből fakadóan beépül az egyház kommuniójába és a püspöki kollégiumba. Ezen a ponton Pozzo teológus szavait szeretném idézni. A II. Vatikáni zsinat teológiája tisztázta, hogy a kollegialitás a püspöki szolgálat lényegéhez tartozik, és csak akkor valósítható meg igazán, ha beillesztjük azt az Isten új népe egységébe. A püspöki szolgálat egyetemes katolikus dimenziója tehát teológiai és lelkipásztori szempontból döntő jelentőséggel bír, mégpedig abban az értelemben, hogy az egyes püspökök püspöki hivatalának lényege nem elsősorban az egyes részegyház vezetése, és ebből fakadóan az egyetemes egyház vezetésében való részvétel, hanem éppen ellenkezőleg ez mindenekelőtt az egyetemes egyház vezetésében való részvételt jelenti, amely azonban a részegyház vezetésében konkretizálódik. Valójában a részegyház az egyetemes egyház megvalósítása, de az egyetemes egyház az a teológiai valóság, amely a részegyházak lényét, egyházát alkotja és áthatol azon. Itt azonban elég távol állunk a keleti kereszténység egyházról alkotott felfogásától. Szeretném mindenképpen megállni egy pillanatra és megemlíteni Nisziotis ortodox teológus zsinati reakcióját, aki talán a katolikus egyház és teológia legnagyobb ismerője volt annak idején, és ezzel együtt meggyőződésesen ökumenikus szemléletű. Véleménye szerint a pápa elsőbsége és a kollegialitás kettős párhuzamos szucessziót jelent. Krisztustól Péterig és innen a pápáig, míg a másik Krisztustól a 12 apostolig és innen a püspökökig. Ahogy ő mondja, ez a kettős folytonosság vagy szucesszió egy ortodox keresztény vagy keleti keresztény számára teljességgel elképzelhetetlen. És nézzük meg röviden a 23. pontot, a következő, amely a kollégium tagjainak kapcsolatairól beszél. A kollegiális egység megmutatkozik az egyes püspököknek a részegyházakkal és az egyetemes egyházzal való kölcsönös kapcsolataiban is. A római pápa, mint Péter utóda, örök és láthatatlan principiuma és alapja mind a püspökök, mind a hívő sokasága egységének. Az egyes püspökök viszont az egység látható principiumai és alapjai a részegyházakban, melyek az egyetemes egyház képmása is bennük és belőlük áll az egy és egyetlen katolikus egyház. Ezért az egyes püspökök a saját egyházukat, együttesen pedig a pápával együtt az egész egyházat jelenítik meg a béke, a szeretet és az egység kötelékében. A részegyházak élén álló egyes püspökök pásztori feladatukat nem más részegyházak, nem is az egyetemes egyház, hanem csak Isten népének rájuk bízott része fölött gyakorolják. Viszont mint a püspöki kollégium tagjainak és az apostolok törvényes utódainak, Krisztus alapítói szándéka és parancsa alapján egyenként is kötelesek törődni az egyetemes egyházzal, és jól lehet, ez nem joghatóság gyakorlása, nagyban hozzájárul az egyetemes egyház gyarapodásához. A dokumentum a Lumen Gentium 23-ban a kollégium tagjainak egymás közötti kapcsolatát mutatja be és elemzi. A püspök a kollégiumban az ő részegyházának egységét képviseli az egyetemes egyházon belül, a részegyházak az egyetemes egyház képére épülnek, és mindkét esetben van egy püspök, aki az egység látható principiuma és alapja. Picit ugrok, és szeretnék egy pár szót nagyon röviden szólni a zsinat eredményeinek határairól. Röviden áttekintettük, elemeztük a harmadik fejezet eredményeit. Az ezzel talán leginkább foglalkozó neves teológus Lögren szavaival azt mondhatjuk, hogy ez még mindig csak részleges vagy hiányos eredmény. Pontosabban egy nem teljesen megvalósult megújulás, hiszen bár egyrésztről elővette a püspöki kollegialitás ősi tanát, de az kevésbé a pápai primátussal vetette össze, hanem sokkal inkább az első vatikáni zsinat tanításának maximalista értelmezésével. Ez oda vezetett, hogy a centralizmust kézenfekvőnek látták, de nem ismerték fel a primátus és a kollegialitás harmonikus integrációjának lehetőségét. Látva ezt a helyzetet, eszünkbe juthatnak Acerbi szavai, amit ő általánosságban a Lumen Gentiumról mondott, de nagyon kifejező,
vagyis a zsinati dokumentum eredménye olyan, mint Mózes, aki egy hosszú vándorlás után a hegy tetejéről szemléli azt a földet, ahová nem fog bejutni. A Lumen Gentium által nyitva hatott egyik legjelentősebb kérdés a Collegium Episcoporum és a Communio Ecclesiarum közötti szakadék. Ezt a megosztottságot, ha nevezhetjük annak, mindenekelőtt az okozza, hogy a kollégiumot olyan emberek csoportjaként fogják fel, akik hatalmat gyakorolnak az egyetemes egyház fölött, függetlenül az egyházak egymás közötti közösségétől. A kollégium léte tehát komoly jelentőséggel bír, függetlenül egy egyház megye vezetésétől. Így módon tovább gyengül a kölcsönös kötelék a püspök és egyháza között, amelyről erősen tanúskodik az az egyházi hagyomány, amelyben a központi fogalom a Communio Ecclesiarum volt. Ez azt jelenti Le Grand gondolatával, hogy a püspöki hatalom autonómiája átalakítja a kollégium határát az egyházi hatalomból az egyház fölötti hatalommá. Ezért sem a zsinat, sem később a kódex sem fogalmazza meg a Collegium Episcoporum és a Communio Ecclesiarum fogalmát. Ez talán a kollegialitás teológiájának legnagyobb hiányossága a zsinaton. Egy másik szempont, amely szerint a zsinat eredményét sokan befejezetlennek tartják, a kollegialitás bináris sémán, azaz a pápa püspök kategóriákkal történő definiálása, köszönöm szépen, amely a püspöki szolgálatra fókuszálva túlságosan egyszerűsített. Akkor itt az idő hiányában egy picit ugrok, és rátérek arra a befejezésre, amely gyakorlatilag mindannyiunkat bátorít arra, hogy majd a írásbeli előadás megszületését is kísérjük figyelemmel és olvassuk el, hiszen be fogja mutatni a zsinatot követő szűk vagy bő 5 évtized hallgatásának az eredményeit. A II. Vatikáni zsinat összességében a püspöki kollegialitás jelentőségének újra felfedezésével egy új korszakot nyitott meg, sok-sok hallgatással teli korszakot, amely annak ellenére, hogy már eltelt lassan 60 év, még bőven tartalmaz üres és megírásra váró oldalakat. Ez a bő fél évszázad arról is szólt, hogyan éljük és valósítsuk meg a püspöki kollegialitást, egy igazi kihívás volt, van és lesz. A keleti katolikus keresztények számára a keleti egyházak törvénykönyvének 1990-es kihirdetése azonban egy jó példa volt a megvalósításra. A keleti egyházak törvénykönyvükben elismert autonómiája az egyházi kormányzat ősi struktúrájának helyreállítását jelenti, amely nyugaton éppen a primátus gondolata és gyakorlata révén tűnt el. Megállapíthatjuk tehát, hogy a keleti katolikus egyházak képviselőinek álmai, amiről beszéltünk, vagy várakozása, még ha csak részben valósítak is meg a zsinat során, mégis új korszakot nyitottak, amelynek gyümölcsei az egyetemes egyház kincsestárát bővítik. A történet ma is folytatódik, lásd püspöki szinódus. Köszönöm szépen a figyelmet!